Sorra érkeznek az autók több irányból is a Vásárosnál még szívében lévő csomópontba. Az elmúlt hónapokban alakították át körforgalommá. A munka március közepén kezdődött, őszeleig pedig a város 5 legforgalmasabb útjának felújítása is megtörtént 3,6 kilométeren, összesen 521 millió forintból. A fejlesztések keddi átadóján elhangzott, a beruházás közlekedésbiztonsági szempontból is fontos. A város 2-3 legforgalmasabb útja, és ehhez kapcsolódom még másik két olyan út, amilyen nagyon nagy a forgalom. Épp ezért a kátyús és elavult utakat meg tudtuk újítani, föl tudtuk frissíteni, valamint egy olyan közlekedésbiztonság szempontjából nagyon fontos körforgalom került kiépítésre, amely egy olyan hiányt pótol a városban, amely egyrészt biztonságosabbá teszi az átkelést a városon, másrészt pedig föl is gyorsítja azt, reggelente most már nem dúl be a városközpont. Az aszfaltba beépített lámpák villogása jelzi az autósoknak, ha valaki át szeretne kelni az úton. Egy okos zebrát is létesítettek a közeli iskola előtt. A városban máshol is terben van ilyen kialakítása, ahogy egy újabb forgalmas csomópont fejlesztése is. A térség országgyűlési képviselője szerint a közlekedést érintő beruházások a munkahelyteremtés szempontjából is fontosak. Ennek egyében tovább folytatódik az M3-as autópálya építése Beregdarócig, már az új szakasz nyomvonala is megvan. Más közlekedést érintő fejlesztés is terítéken van a választókerületben. Egy kormányhatározat is van erről, hogy Lónya és Tiszamogyoros között épüljön egy közúti híd, illetve az M49-es, amelyiknek az építése szintén folytatódik, és ott is véglegessé vált most már a nyomvonal. Az M49-esnél Szamosháj és Porcsalma között szintén egy hidat tervezünk a Szamoson, és hát ha már itt vagyunk Vásárosnaményban, még egy nagy vágyunk az, hogy Olcsva és Olcsva-Apáti között is legyen egy kisebb kaliberű híd a Szamoson, mert akkor az Olcsva-Apáti Panyola kérsemén részt is be tudná csatlakoztatni ide a Beregszívéhez, vagy legalábbis közelebb kerülne az autópályához. A magyar közút idén 1270 kilométernyi utat újít fel az országban, minden korábbinál magasabb közel 300 milliárd forint értékben több program keretében. A társaság vezetője hangsúlyozta, a munkálatok megkezdéséhez szükség van a helyiek véleményére, javaslataira is. Mindig szoktunk konzultálni a térség képviselőivel, polgármesterekkel, és hát a lakosokkal is sokszor, hiszen ők is megírják az ő igényeiket. Ezeket minden esetben próbáljuk figyelembe venni, és akkor a hasonló műszaki állapotban levő utak közül azt felújítani először, ami több embernek az életét oldja meg, és több embernek fontos. De hát van azért néhány szó az is, amikor esetleg egy olyan kis településen nagyon rossz állapotú út van, ahol azt is preferálhatjuk mondjuk egy kevésbé rossz állapotú, de több ember által használt úthoz képest. Úgyhogy nagyon fontos, hogy mit választunk, mert az befolyásolja az ott élőknek az életminőségét. A megyei közgyűlés elnöke megerősítette, útfelújításokra a következő idén kezdődő 7 éves Európai Uniós költségvetési ciklusban is lesz pénz. Ez a 7 évhez képest nagyjából dupla annyi forrás jut a két említett célra. 4-5 számjegyi utakra ugyancsak 7 milliárd, de egy új cél, de a polgármester kollégák által régóta hangoztatott cél, hogy belterületi utakra is lehessen tompra pályázni, az is nagyjából 7 milliárd forint. Tehát azt mondhatjuk, hogy az utakra fordítható források száma, illetve a erre fordított összeg megduplázódik a következő 7 évre. A 4 és 5 számjegyű utak felújítására a Magyar Közút pályázhat a forrásokra, a belterületi utak korszerűsítésére szolgáló pénzeket pedig az önkormányzatok tudják lehívni.